hadd köszönje meg én is még egyszer nektek, hogy eljöttetek hozzánk ebbe a kerekasztal beszélgetésbe, a mai nap utolsó panel beszélgetése lesz. Sok minden aspektusból beszélgettünk már a mai napon az adatokról, a biztonságról. Talán még kevesebb szó esett pedig, mint tudjuk, azért ez is rendkívül fontos. A konferencia beharangozójában, amikor ezt a blokkot vagy kerekasztalt felvezettük, akkor úgy fogalmaztunk, vagy fogalmaztam, mert ezt én írtam, hogy érdekellentét van az adatok felhasználói, az adatgazdák, illetve a biztonsági szakemberek között. Ugye egyfelől azt szeretnék, hogy minél több adat, minél szélesebb körben elérhető legyen, a biztonsági szakemberek pedig valahogy úgy vannak vele, hogy hát jó, de azért nézzük már meg, hogy hova kerülnek azok az adatok, és kik használják őket. Egyetértetek ezzel a felvetéssel, hogy van ilyen érdekellentét, vagy másképp látjátok ezt a helyzetet? András, hadd kezdjem akkor itt rögtön. Működik? Oké, tök jó. Nem biztos, hogy egyetértek vele, mert úgy az alap... Az a távolság oké? Okay? Nem csak a hangot próbáltam nézni, hogy hallják-e, hogy én nem is érdekellentétnek mondanám, hanem más gondolkodásnak. Mindenki más, hogy közelíti meg ezt a dolgot, hogy hogy akarunk hozzáférni az adathoz. És ha közel tudjuk hozni a szereplőket egymáshoz, és megmutatni azt, hogy figyelj, igazából ugyanarról beszélünk, csak másik oldalról. Te hozzá akarsz jutni, én meg akarom védeni. Hidd el, hogy nem lesz macera, hogyha igényelsz egy újabb hozzáférést, egy API-t, egy kapcsolatot, bármit. Megoldjuk, csak gyere. És hogyha el tudjuk azt érni, hogy a vállalatban nem egy ilyen nyűg lesz igényelni valamit, hogy hozzáférjünk, és nem kezdődik el a Shadow IT, hogy na, akkor megoldjuk majd okosba, és akkor majd hozzáférünk, akkor nem beszélünk már ellentétről. Tehát ezért nem értenék vele egyet. A többiek is. Andrástól értenek egyet, vagy velem? Nyugodtan. Nem kell velem egyet. Én röviden ezt úgy szoktam megfogalmazni egy IT security mérnökként, hogy a használhatatlanságig lehet fokozni egy IT security megoldásnak a beállítását. És akkor jön a Shadow IT, mert akkor aztán... Igen, ez erre egy ilyen friss adatot azt hiszem olvastam, hogy a vállalati környezetben 70% a munkavállalóknak használ valamilyen generatív AI-t. Hát és gondoljunk bele, mennyiről tudnak, és nem feltétlenül céges eszközön, hanem saját eszközön. Tehát ahogy mondtad, a Shadow IT-t, ez abszolút megjelenik itt, és én is abban hiszek, hogy le kell ültetni a feleket és beszélgetni erről, hogy ezt megoldjuk, és tényleg ne nyűg legyen. Kicsit lelőtték a poént a kollégák. Készülődvén én is erre a kerekasztalra gondolatokat összeszedve valami hasonlót találtam ki, hogy különböző nézőpontok vannak. Én inkább az adat gazda nézőpontját erősíteném, aki ha egy új alkalmazást készít, akkor azt tesztadatokat kell képeznie, archiválni kell idővel az adatait, reporting rendszert kell esetleg építeni, vagy egy adattárházba adatot betölteni. Az adattárházba, az adatpiacok közt, ha mondjuk egy nagyvállalatról beszélünk, több adatpiac is lehet, és az igazán érdekes dolgok azoknak az összekapcsolásában van. Ezek már szenzitívvé is válhatnak az összekapcsolás után. Tehát azok a vállalati folyamatok nagyon fontosak, amiben egy tudatos tervezés mentén kialakulnak ezek az adatkapcsolatok, összekötések. Itt most nem szeretnénk ugye beszélgetni arról, hogy ki, aki az adatot gyártja, hanem igazándiból az adat felhasználó, az üzleti elemző, kontroller szempontjából nézzük, akit szeretnénk elengedni egy kicsit garázdálkodni az adatoknak az üzleti siker mentén. Hát én ezt így látom. Hogy néz ki ez egy banki környezetben? Igen, én is azoknak a sorát erősítem, akik nem értenek egyet ezzel a statementtel. Nem baj, egyáltalán. Leginkább azért, mert azt gondolom, hogy sokkal több a közös érdek, mint a partikulális érdekek. Leginkább a közös érdek az értékteremtés. Minden ellenkező híreszteléssel szemben a biztonsági szervezetnek, meg a funkciónak is értékteremtés a célja. Tehát nem öncélú kollégák ülnek ott, hanem azért dolgoznak, hogy a cég egésze értéket tudjon teremteni. Tehát ebben az együttműködésben leginkább az a feladat megosztás, hogy segítünk a kollégáknak abban, hogy hogyan tudják ezt ők biztonságosan megtenni, de az alapvető célunk az ugyanaz.
Na és akkor hogyan tudják a kollégák ezt biztonságosan megtenni? Tehát ugye az eddigekből egyértelmű, hogy nem csak a biztonsági csapat feladata az, hogy az adatbiztonságról gondoskodjon, nagyon kell az üzlet is hozzá. Mi az, amit az üzlet ehhez hozzá tud tenni, amit neki kell hozzátennie, inkább így kérdezném. Ha megengedik, akkor folytatom én ezt a gondolatmenetet. Ugye itt egy evolúció látunk egyébként, tehát mondjuk 15-20 évvel ezelőtt valóban az volt a megközelítés, hogy majd van valaki egy irodában, akit valami security officernek hívnak, aki majd megoldja az összes problémánkat, ami ezzel kapcsolatos. Ma már szerencsére abszolút nem így van, és egyre kevésbé kell meggyőzni üzleti kollégánkat, vezetőket arról, hogy őnekik abszolút szerepük van a védelem alakításában. Egyre inkább az a jellemző, hogy ők kezdeményezik azt, hogy megértsék, hogy hogyan tudnak ők hozzájárulni, de természetesen, hogyha konkrét példákat kell mondani, akkor igen, az, hogy mit kell védeni, tehát hogy mi üzleti szempontból mi a fontos, ugye ezt klasszifikációnak vagy adatosztályozásnak szokás hívni, azt mégiscsak ő tudja leginkább. Az, hogy milyen a szervezet mely részének kell az adattal dolgozni, azt mégiscsak ő tudja leginkább, tehát jogosultságkezelési alapvetéseket is meg tud oldani. Ez egy nagyon szoros szimbiózis az üzlet, az IT és a biztonsági funkciók között. Többiek? Egy infrastruktúra gyártó szempontjából igazából én úgy gondolnám, hogy maga a felhasználhatóság és a biztonság között meg kell találni a közös meccéspontot, mégpedig minél jobban mellőzni kell a manualitást, és az automatizáció felé kellene szerintem elmozdulni, és ez a használhatóságot növeli úgy, hogy közben a biztonságot is tudjuk növelni. Szerintem ez mindenféleképpen, és ez főleg az infrastruktúrával lehet elérni ezen az oldalon. Én csak tapasztalatai oldalon tennék hozzá egy gondolatot, hogy azt látjuk, hogy van ez az ideális állapot, amit Magyarországon így a nagyvállalatok, banki szektor tud képviselni, amiről beszéltél, de hogy így kisebb cégméretben azért szerintem rosszabb a helyzet ennél. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy ott biztonsági csapatról nem nagyon beszélhetünk, de valaki olyan, aki már látott olyat, aki már foglalkozott ilyennel, ő nincs beültetve egy ilyen, akár egy zöldmezős beruházásnál, hogy az IT security valamilyen formában része legyen egy ilyen projektnek. Tehát onnan nyilván a tervezési fázisnál sokkal könnyebb lenne ezt beépíteni, és sokkal olcsóbb is, és azt látjuk, hogy vagy régi protokollokkal dolgoznak, 2FA-ra nincs lehetőség, amikor kijönnek ezek a megoldások, és így ez így egy multi oldalról nagyon furánnak tűnik, de szerintem a magyar valóság az inkább ez KKV oldalon, hogy nagyon nagy hiányosságok vannak ilyen területen. Csak azt akarom megkérdezni, hogy biztos csak a KKV területen, mert hogy nagyon sok helyen dolgozott az ember, én is sok mindent láttam, biztos ti is, és sajnos azért azt lehet tapasztalni, hogy még egy multin belül is érkezik egy olyan e-mail, hogy figyelj, egy hét múlva aláírjuk a szerződést az új szolgáltatóval, és akkor nézzétek már meg, hogy itt szekuritilag így rendben van-e. Na de hogy az elején hol voltunk? Tehát be tudunk-e vonódni? És ugye ez már inkább politikai, azt teszem észre, hogy nem elég csak a szakmai tudás akármelyik oldalról is. Ha jól tudod az érdekeidet érvényesíteni, ha jól politizálsz, eléred, hogy bevonjanak és bevonódsz, akkor ott tudsz lenni az elejétől, és hatással tudsz lenni a folyamatokra, különben pedig csak futunk az események után, és akkor ott lesz a szép feladat, hogy akkor hogy lehet azok az adatokat mégis elérni. És szerintem ebből született ez az ellentét, hogy nagyon sokan azt élhetik meg, hogy hát a vége, a legutolsó helyzet. Amikor már majdnem minden kész van, akkor igen. A security, és azt mondja, és akkor jött az ellentét, mert akkor mit mond a security? Hát figyelj, hát eddig nem vontál be, én nem tudok segíteni, akkor csúszik a projekt, még fél év, még egy év, jön a másik oldal, mi lenne, aki kerülnénk valahogy, vagy lehet, hogy másnak kéne ezt csinálni, mert ők nem segítenek nekünk, tehát, hogy érted? Okay. Igazándiból én azt csatolnám hozzá, és az előző hozzászóláshoz mondanám, hogy MFA-t mondtál. Az a probléma szerintem egy kicsit ezzel az adatbiztonsággal, hogy az adatbázisokra úgy tekintünk, vagy adatforrásokra, amit ilyen hagymahéjszerűen becsomagolunk, de a közepén az
utolsó, amiből a hajtás kijöhet, ha már ilyen mezőgazdasági hasonlatot mondok, akkor ott belül, ha veszünk egy adatpiacot, amit mondjuk elemzésre kiajánlunk, ott egy kicsit be kéne hozni egy negyedik szereplőt, a fejlesztőt, aki ezt tervezi, mert már eleve olyan rollokat kellene, szabályokat, hozzáférési szabályokat kidolgozni, ami több dimenzióban tudja korlátozni az adatot. Tehát, hogyha egy asszisztensről beszélünk, aki csak riportokat futtat, akkor ő egy olyan nézetrendszert kap, amiben már nincsen benne az a szenzitív információt tartalmazó adat, de egy üzleti elemző, akinek ez essential, és nagyon fontos, és akár még ő tovább feldolgozhatja az ő saját munkaterületén, az meg kapja meg, de ő ne tudja módosítani, és stb. Tehát egy csomó olyan szabályt kellene létrehozni már tervezés során, amit a hagyományos IT security, aki a patchekre figyel, a sérülékenységekre, a kriptográfiára, a egyebekre figyel, a kettős autentikációra nem tud figyelni, és ez a kettő között van egy ilyen határátmenet, ami szerintem fontos az adatok védelménél. Jól értem, hogy akkor itt már DevSecOps-ról beszélünk, ami ugye azért a magyar váltók többségénél még fényév távolságra, tehát örülnek, hogyha a DevOps-ig eljutnak, és akkor ebben még belevonni a security-t, az már egy pláne nehéz kérdés. Igen. Magic. Igen, és ez tényleg, amit mondtál, bennem is elindított egy-két gondolatot, hogy valóban rengeteg helyen, ha már DevSecOps oldalról beszélünk, vagy akár az alapjairól annak a programnak, milyen könnyen odajön egy auditor hozzám, és azt tudja mondani, hogy figyelj, legyen már az úgy at-rest titkosítva, már ott a maga az a mező, önmagában maga az az adat. És mondom, oké, de hogy? Mert hogy nagyon jó ötleteket és előírásokat tudunk kitalálni, hogy hogyan védjük meg az adatot, és aztán később rájövünk, hogy az eszközök, amiket használunk, marhára nem erre vannak tervezve, vagy erre vannak tervezve, csak nincs ember, aki be tudja kapcsolni ezeket a szolgáltatásokat. Mert vagy nem tudnak róla, hogy van ilyen funkció, és nem kapcsolják meg. Hát vagy pont fordítva, a 2000-es évek elején több nagyvállalatnak voltak olyan biztonsági előírásai, ami akkor még common kritéria nem létezett, hanem csak Orange Book, és B2-es előírások voltak, és még azt se tudták az adatgazdák vagy a felhasználók, hogy hogyan címkézzék az adatot. Elnézést, hogy ilyen nagyon technikai problémát választottam, de igazándiból a adatbázis platformok ilyen jellegű tudását a legtöbb alkalmazás csak korlátozottan használja. Nekem ez a tapasztalatom így deep dive-ban, de egyébként pont. Ugye, hogyha itt felhasználókról beszélünk, akkor itt most üzleti területek vezetői és hasonlók kerültek szóba, de mi múlik az egyes végfelhasználókon, akiknél tényleg ott van az adat? Egy korábbi kerekasztal beszélgetésben az adattudatosság kapcsán elhangzott, hogy az adatminőség, az a szervezeten belül mindenki felelőssége. Erősen gyanítom, hogy az adatbiztonság is mindenki felelőssége. Hogyan lehet azt elérni, hogy mindenkinek a fejében benne legyen az, hogy én vigyázzak erre az adatra, ne küldjem el, és hogyha ezt mondjuk a tudatosság növelésével csak nem lehet megcsinálni, akkor vannak erre megfelelő technikai eszközök, amik egyébként meg nem lehetetlenítik el a mindennapi munkát? Vérrel és verejtékkel. Kicsit bővebben, hát én nagyon hiszek ebbe a tudatosításba, amit említettél, és nyilván nem ebben a engedjük rá az 1500 userünkre ugyanazt a tananyagot. Tehát egyrészt valamilyen személyre szabott, akár gamification-nel megtámogatott anyagot, akár plakátokra is lehet gondolni, amilyen biztonságtudatosság, kirakjuk valahova, és látják, minden nap szembe mennek vele. Tehát, hogy nagyon jó példákat lehet már találni, akár külföldről, akár itthonról. A tudatos sítás, akár ilyen adatbázis szinten, amit említettél, de nyilván ezt lehet akár a fizikai valóságra is lehúzni, tehát hogy voltunk egy cégnél, csak tényleg egy rövid példa, és ott az egyik tárgyalás után így mondták, hogy nyugodtan fáradjunk ki az irodából, és akkor én így magamhoz vettem egy ilyen ekkora köteg papírlapot a központi nyomtatóból, és akkor így visszakopogtam, hogy
tehát itt van minden adatotok nagyjából, amit az elmúlt két napban nyomtattatok. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokrétű ez a kérdés, és nagyon sok mindennel kell foglalkozni. Az, hogy évente, mint a tűzvédelmi oktatást lenyomatjuk mindenki torkán, az abszolút nem fog működni, ebbe biztos vagyok. És amiről én még azt gondolom, hogy működik, mert tapasztalom, hogy működik, hogy azokat a use case-eket meséljük el a kollégáknak, hogy mi történt, és ezt hogy tudják kivédeni. Tehát ezek a példák, amiket be tudunk hozni így a mindennapi életbe, azok általában szoktak segíteni. Most akár a Pepco-nál a business email compromise támadás, és 16,3 millió euró ment a levesbe. Szóval, hogy vannak már ilyen elrettentő példák, és zárójelben is befejezem, hogy én azt látom, hogy nem tud elég közel lenni egy támadás, hogy foglalkozzunk ezzel. István, banki oldalon ez hogy néz ki? Tehát ti milyen sikereket tudtok felmutatni tudatosítás terén? Úgy belekérdeztél, hogy nyilván nagyon konkrétumokat nem fogok tudni mondani, de hogy... Akkor hogy csinálják? Ez egy örökzöld téma. Ülünk most egy konferencián, Data and Technology, a security-ban is, vagy cyber security-ban is mérnökök dolgoznak. Most azt képzeljétek el, hogy ezeknek a mérnököknek kellett volna az összes többi embernek az agyával gondolkodni. Tehát ők, akik alapvetően kocka megközelítésűek, az volt a feladatuk, hogy na most add el a security-t másnak úgy, hogy nem beszélsz technológiáról, mert akihez beszélsz, az nem érti ezt a dolgot. Úgyhogy ugye innen indult valahogy a szakma, és elértünk oda, hogy most már erre azért specializált szakértőink vannak, szolgáltatók vannak, eszközeink vannak, úgy belső, mint külső eszközök. Mi nem csak a saját kollégáinkat képezzük, vagy tartjuk fókuszban a képzés szó, itt nem jó, mert itt ez egy nagyon komplex awareness képzés, nagyon sok minden együtt. De a hozzánk vagy nekünk beszállítókat is fókuszban tartjuk, ők egy külön célcsoport, illetve a mi esetünkben az ügyfeleinket is képezzük, megpróbáljuk fölkelteni a figyelmüket egyrészt a pénzügyi biztonság, másrészt a cyber security iránt. Ennek persze vannak technológiai lábai, ami technológia, azt meg lehet venni, be lehet kapcsolni, konfigurálni lehet. Tehát egy DLP rendszert azt össze lehet kattingatni, és utána működik a dolog. Amikor awarenessről beszélünk, meg a felhasználóról beszélünk, az mindezek fölött van. Ott a technológiával nem nagyon érdemes foglalkozni, mert amit meg tudunk oldani, az egyszerű, azt megoldjuk. Itt a soft faktor az mindig az ember, akár ügyfélről, akár alkalmazottról beszélünk. Péter, mit lehet megoldani technológiával? Hát, ugye, hogy van az a mondás, hogy legyen egy jó csapatod, ugye, vigy egy jó kapust. Tehát, hogy mindig, tehát az alapoktól kell igazából kezdeni, egy megbízható gyártót kell igazából választani, akinek mindenre van megoldása. Itt igazából biztonsági oldalról nem csak az adatok elérhetőségét kell biztonságosan biztosítani, hanem azt, hogy egyáltalán elérhetőek legyenek ezek az adatok, és mindig elérhetőek legyenek ezek a bizonyos adatok. Hát itt lehet gondolni mindenféle redundanciára, akár telephely redundanciára, eszközredundanciára, storage clusterre, tehát minden bonyolult eszközre, de az a lényeg, hogy minden védelmünk meglegyen, tehát legyen hardware hiba elleni védelmünk, és legyen logikai vagy vírus védelmünk is, akár ugye a gyártó megoldásában is. Gondolok itt például egy olyan mentési megoldásra, amit nem tud vagy nem ér el egyetlen kriptovírus sem. Tehát, hogy legyen az egy offline mondjuk szalagos mentés, a szalag az még nem halott, tehát hogy nagyon sokan temették ezt már, a szalag még nem halott, egy végső bástyát még mindig tud ez képezni, de vannak olyan diszkes megoldások is, amit például nem NAS-on vagy egyéb vagy a protokollon adunk át a mentőszervernek, hanem egy olyan saját kommunikáció, valamit egy kriptovírus gyakorlatilag nem tud lekövetni. Ez az egyik véleményem, ugye egy gyártó az itt tud segíteni, a másik pedig, hogy
hogy az automatizációt, amit említettem, ez egy nagyon jó opció. Tehát, hogyha például kell egy olyan virtuális rendszer egy akár az üzletnek, vagy bárkinek, akkor nem manuálisan legyenek ezek a gépek feltelepítve a virtuális szerverekre, hanem legyen meg egy baseline. Legyen meg az, hogy azokban a bizonyos gépekben vagy operációs rendszerekben milyen paraméterek vannak előre konfigurálva, hogy ez már biztosan meglegyen. Hogy nehogy az legyen, hogy valaki vagy beállította, vagy nem azt a bizonyos checkboxot. Hanem ezek az automatizált folyamatok, ezek meglegyenek oldva, és ebben egyébként már csináltunk projekteket, tehát ilyen automatizált, privát felhő projekteket már csináltunk, akár itt Magyarországon is. Egy ideális környezetben valószínűleg viszonylag egyszerűen lehet gondoskodni az adatbiztonságról, de hát ugye a váltók többségénél nem ideális környezet működik. Legacy rendszerek, régi rendszerek, egyedileg fejlesztett dolgok. Hogyan lehet megoldani azt, hogy egy nem egyenszilárdságú, nem egyszerre elkészült, különféle technológiákat, különféle platformokon futó rendszerekben is többé-kevésbé egyenletes adatbiztonsághoz jussunk? Hát vállalnám ezt a szerepet. Rengeteg régi alkalmazást üzemeltettünk, szaportáltunk, vagy éppen modernizáltunk. Igazándiból jellemzően a nagyvállalatok ezeket így bezárják security oldalról, megpróbálják, még több tűz van, még több ez, még több az. De igazándiból továbbra is csak egy útvonal van, ha utólagosan is, de klasszifikálni az adatokat, felülvizsgálni, hogy ki melyik felhasználó hogyan fér hozzá ez az adathoz, és maximalizálni a legacy rendszer platform képességei alapján a biztonsági beállításokat. Itt továbbra is sokszor kihívás már az is, hogy egyáltalán van biztonsági patch, ha felmerül valamilyen olyan kérdés, hogy van egy sérülékenység. Itt már mindig csak kerülő megoldásokkal tudjuk biztosítani az egyenszilárdságot, vagy lehet biztosítani, ezt így látjuk. És igazándiból gyakorlatilag az összes legacy alkalmazás valamilyen migrációs útvonalon legalább technológiailag frissíthető. Sőt, erre fel is hívnám a figyelmet, mert ha most dolgozunk éppen egy 30 éves rendszernek a modernizációján, Oracle 7.2.3 és Solaris 2.5.1. Solaris? Igen, ez egy régi, nagyon régi rendszer, még mindig fut, és vérverítékkel lehet csak megcsinálni a migrációt, mert már elfelejtettük, hogy kell újrafordítani az alkalmazást, vagy egyet. Tehát igazándiból is, ha az alkalmazás már nem frissül, nem kap új funkciót, a technológiai környezet valamilyen szintű frissen tartása muszáj, ha az üzletileg kritikus vagy fontos adatot tárol. Én inkább így látom. Igen, olyan szeparációt, ezt én is megerősíteném, hogy ezt mi is látjuk. Egy gyártói oldalon OTIT nem hoznám be, mert nagyon messzire vezet, csak egy példa így a legacy rendszerre, hogy volt egy Windows XP gyártósoron, és hát így furcsa dolgok történtek rajta. Elkezdtük vizsgálni, hogy mi történt, és kiderült, hogy az éjszakai shift alatt egy USB-s internet kapcsolatot bedugtak bele, és ott játszottak, meg különféle egzotikus tartalmakat tekintettek meg. És ott az lett a megoldás, hogy konkrétan leforrasztották ezeket a USB foglalatokat, vagy berakják egy ilyen nagy szekrénybe, és akkor elzárják. Tehát, hogy ilyen radikális megközelítések is... Hardveres megoldást. Hardveres megoldás, igen, az jó általában. És igen, én is találkoztam egy ilyen régi 25-30 éves rendszerrel, ott is az lett a megoldás, hogy megvizsgálták, hogy miben tudnának fejlődni, hogy ne legyen ekkora security risk, és nagyjából egy ember értett hozzá, aki 40 éve foglalkozik vele, és hát nagyon fájdalmas volt, de nagyjából újraírták az egészet elég nagy költségen, csak mivel üzlet kritikus volt, ezért muszáj volt lépniük. Tehát, hogy vannak ilyen jellegű történetek is. Jó, és hát egy kérdésre maradt időnk, nem tudom, hogy a válaszokra mennyi idő marad, de azért én ezt még fölteszem. Tehát ugye beszéltünk emberekről, beszéltünk technológiákról, milyen egyéb akadályok állhatnak a hatékony adatbiztonság útjában, milyen céges buktatókat láttatok már a pályafutásatok során, szervezet, folyamatok, bármi? Hát válaszolnék rá, ha lehet gyorsan. Igazából
megint csak a politikára csatolnék vissza, és arra, hogy el tudjuk-e érni azt, hogy az a felsővezető, a tulajdonos, a CEO, bárki elköteleződjön ez iránt, mert akkor ez legyűrűzik szépen, ez így le fog csorogni. És a másik pedig az, hogy hallgattam magunkat, ahogy beszélgettünk, és olyan 16-17, minimum 17 féle rólt ilyen szerepet számoltam össze, ami IT security-vel kapcsolatos, hogy megérti-e valaha a vezetés, hogy ez nem egy one-man show, és hogy ez egy team nélkül, ez nem lesz olyan ember, aki mindenhez ért, és talán ez lesz a kulcs szó az egyik oldalon, másik pedig a közös megértés, hogy amíg nincs vezetői akarat, addig nem fogunk tudni előre jutni. Nekem eszembe jut valami, ami nem biztos, hogy akadály, inkább kihívásként tekintek rá, és most már nem csak a bankszektor küzd ezzel, ugye a NIS 2 közelettével, azok a mindenféle szabályzói változások. Tehát ugye nagyon sok mindent csináltunk azért, mert a saját jól felfogott érdekünket diktálta, és akkor tudtunk priorizálni. Amikor ezt már előírja valaki, és számon kéri rajtunk, és egy megadott időn belül kellene sok mindent megcsinálni, akkor ennek a priorizálása az nem magától értetődő, és ez bizony nagyon sok esetben tud kihívást jelenteni, hogy mégiscsak két kezünk van, és egy adott nap 24 órában. 24 órában plusz az éjszaka, hogy ezt egy ezt kollégám szokta egy mondani. Egy mondatban megerősítenék, mert Istvánnal ugyan eltérő méretű szervezetben dolgozunk, de ugyanúgy MNB audit köteles vagyok, ugyanúgy vonatkozik rám a DORA, a NIS 2, mert kis és középvállalat felől megyünk középvállalat felé, van 27.001-es szabály szerint működünk, de ki kell terjesztenünk el előbbi kettőre, tehát hogy mi is csak kapkodjuk a fejünket. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és úgy látszik ennek a beszélgetésnek is az egyik tanulsága az, ami a többiekből is kiderült, hogy bizony a felső vezetőket kell meggyőzni, tehát innen üzenjük minden CIO-nak és CEO-nak és CFO-nak, hogy tessék a biztonságra is komolyan gondolni, mint ahogy a data governance-re és minden egyéb ezzel kapcsolatos feladatra. Nagyon szépen köszönöm nektek még egyszer, hogy itt voltatok és elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönöm. Köszönöm.